Hetedik alkalommal telt meg Nyíregyházán a Kossuth tér azokkal a vármegyei kiállítókkal, akik a 2011-ben indult közfoglalkoztatási programnak köszönhetően saját lehetőségeiket figyelembe véve kezdtek valami újba. Ezáltal tudnak esélyt nyújtani, főként a halmozottan hátrányos helyzetben lévők számára egy stabilabb, jobb életre. Évről évre Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a leginkább támogatott vármegyék egyike. Ennek a történelmi örökségünk, a hátrányos helyzetünk az oka, de a hátrányos helyzet nem azt jelenti, hogy bele töppedünk, hanem igyekszünk a saját energiánkkal, szorgalmunkkal ebből kikerülni. Erre remek lehetőség a közfoglalkoztatási program, addig, amíg az elsődleges munkaerőpiacra nem kínálkozik olyan állás lehetőség, amiben ezek az emberek is el tudnak helyezkedni, akik most még a közfoglalkoztatásban vannak. Azt tudom mondani, hogy remek lehetőségek vannak már az elsődleges munkaerőpiacon is, és a következő évben több ezer új munkahely lesz, nem csak Nyíregyházán, hanem vármegye számos pontján. Ebben a vármegyei önkormányzat is közreműködik, a TOP Plus program keretében van egy úgynevezett munkahogyi paktum programunk, ahol 7 milliárd forintot fogunk a közeljövőben, a következő években munkahogyi támogatásokra fordítani. A közfoglalkoztatási program lehetőségével már a kezdetektől éltek a vármegyei önkormányzatok. Számukra ez egyszerre jelent munkahelyteremtést, szociális intézkedést és értékteremtést is. Nyilvánvalóan ez egy munkalehetőség, ahhoz képest, hogy az emberek otthon üljenek, vagy akár komolyabb lehetőségek nélkül keressenek állást. Ezt mi átmeneti lehetőségnek tekintettük és tekintjük a mai napig. Évről évre nyomon követjük azt, hogy hány fő, hogyan és milyen módon helyezkedik el a közfoglalkoztatást követően az elsődleges munkaerőpiacon, és azt láthatjuk, hogy kb. 10%-ot érj el minden évben azoknak a száma, akik közfoglalkoztatottként kezdik el az éven mondjuk a tevékenységüket, de időközben a munkaerőpiacon tudnak elhelyezkedni. A program sikerességének záloga a polgármesterekkel való szoros együttműködés, a települési önkormányzatok elkötelezett munkája és hozzáállása. Bakta Lóránd háza számára is komoly segítséget jelent a közfoglalkoztatás lehetősége, hiszen azokat, akik nem jutnak el az elsődleges munkaerőpiacra, csak ennek köszönhetően tudják foglalkoztatni. Most 2024-ben is mezőgazdasági termékekkel készültünk, hiszen elsősorban a mezőgazdasági start közfoglalkoztatási programban vesz részt Bakta Lóránd háza, és ennek keretében különböző zöldségeket és gyümölcsöket termelünk, amit elsősorban saját konyhánkra használunk fel, hiszen napi átlagosan 1000 adag ételt főzünk meg a helyi önkormányzati fenntartású konyhán. Ezen kívül szociális célokra adományozunk, és a felesleget pedig értékesítjük. Az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt Budapesten rendezik meg szeptember 20-21-én. A Vajdahunyad várában 8 település képviseli majd a vármegyét, köztük Kálósemjén is. A településen 3 start munkaprogram fut, mezőgazdasági, szociális és helyi program is. Tovább akarjuk vinni ezeket a programokat, hiszen mind a konyhának az ellátottsága, mind az intézményeknek az ellátottsága az már berendezkedett a közfoglalkoztatási programra. És az is hasznos, azok a dologi jussok, amiket a programban kapunk. Tehát azok a vetőmagok, tápanyagok, amelyet a mezőgazdasági programban, vagy a faipari munkások tekintetében, azok a faanyagok, vagy szérna és egyéb dolgok a varrodásoknak, ezek nagyon fontos dolgok. A rendezvényen termékdíjakat is átadtak. A bronz termékdíjat textil készítményeivel Fehérgyarmat, az ezüstöt száraz tésztáival Tiszadada, az aranytermékdíjat pedig babakelengyéivel Nyírtas település kapta.